Folytatni fogjuk tovább és megnézzük azt a második részben, hogy mi egyebet tudunk kideríteni még a szövetség könyvéről, a törvényről, a toláról, Mi az, ami esetleg segítséget nyújthat abban, hogy közelebb kerüljünk a teremtője Huához és az ő megváltójához, másiákhoz. Azt csinálja a király, illetve a papság, amit nekünk is, és mindenkinek, aki megtér, és üdvözülni szerette tenni kéne. És elküldött 23-as fejezet, második királyuk, egyes vers. És elküldött a király, és hozzá gyűltek a Húdának, és Jeruzsálemnek minden védei. És felment a király a Huaházába, és Júdából, Júdából minden férfi, és Jeruzsálem minden lakosa vele volt. A papok, proféták, az egész nép kicsintől fogva nagy, és minden beszédét elolvasá előttük a szövetség könyvének, amely megtalálhatott a Jahúa házában. Újra elolvassa nekik, ahogyan azt már eddig is tette folyamatosan. És odaállott a király az emelvényre, és kötéstől szövetséget köt Jahúa előtt, hogy ők Jahuát akarják követni. És az ő parancsolatait, bizonságtételeit, rendeléseit teljes szívből, és lélekből megőrizni, és beteljesíteni a szövetség beszédeit, amelyek meg vannak írva abban a könyvben, és ráállott az egész nép a kötésre. Oké, okay. tehát azt mondja, hogy a huát akarják követni, és szövetséget kötöttek vele. Akkor, ha őt akarják követni, nézzük meg, hogy ők hogyan teszik azt majd. Úgy, hogy az ő parancsolatait, bizonyságtételeit, rendeléseit teljes szívből és lélekből megőrzi. Márk 12-es fejezet így szól. Monda, jól van, Adonai, igazán mondád, hogy egy Elohim van, és nincsen kívül -e más. És szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből. Teljes erőből és szeretni embernek fele barátját, mint önmagát, többet ér minden égő áldozatnál és véres áldozatnál. És az az, hogy az ő parancsolatait, bizonyságtételeit, rendeléseit az ember teljes szívből és lélekből megőrzi, ami annyit tesz, hogy abban jár, nem azon gondolkodik, vagy azt beszéli. Továbbá beteljesíteni e szövetség beszédeit. Hogyan teljesíti be valaki? Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy profétának eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Hogy beteljesítsem. Ami azt jelenti, hogy abban járni teljes mértékben. Azt követni, azt szerint élni, tökéletességre fejleszteni mindazt, ami megvan írva abban a, könyvben, és ráállott az egész nép erre a kötése, erre a szövetségre, ez a szó beteljesíteni, ez nem más, mint a görög szó. Strong's H, 6965, kum, kum. Kum, ami annyit tesz, mint felemelni, felemelkedni, felállni, fellázadni, vagy pedig állni, felállni felemelni azt. De egyébként, ha többi jelentését megnézzük, akkor, akkor átvitt értelemben felállni, mint fellázadni, úgymond, vagy pedig erőssé, hatalmassá válni, színre lépni, valamit, valamit fenntartani, vagy megalapítani, megalapozni, megerősíteni. Valamit kitartani, kitartani valami mellett, megerősíteni úgy, mint fizikális értelemben, érvényessé tenni, bizonyítani, betölteni, kitartani valami mellett, beteljesíteni, érvényesíteni. Szóval az, hogy beteljesíti a szövetséget, az az, hogy felemeli azt tökéletességre, érvényesíti, erről beszéli, nem arról, hogy betölti, aztán utána csinál, amit akar. De nézzük meg, hogy mi az, amit itt jelent az, hogy betölteni Máté 5-ösben. Ez nem más, mint a görög szó. Strong G4137, Pleirao. Erről is volt szó. Ez pedig teljessé tenni. Teljessé tenni. Feltölteni teljessé tölteni. Teli tölteni. Ha valakit érdekel, akkor itt van a teljes fordítás. Tehát akkor, amikor arról beszél, hogy inkább, hogy betöltsem, akkor ezt érti valójában, hogy teljes mértékben kitöltse. Arra, hogy színültig töltse. Hogy bőségessé tegye. Hogy bőségesen ellásson valaki vala, valamivel valaki, hogy bőségesen szolgáltasson. Hogy a legfelső szintig kitöltsen, Hogy színültig töltse. Tökéletessé tegye, teljessé tegye. Egészen a végéig a legfelső fokozatát is elérje. Hogy elvégezze. Hogy megvalósítsa. Hogy teljes mértékben megvalósítsa. A legérdekesebb azonban a legutolsó bekezdés, amit mindenkinek a figyelmébe ajánlanék, aki azt mondja, vagy azt gondolja, hogy ő ezzel eltörölte a parancsolatokat. Annak ellenére, hogy ugye megmondja, hogy nem azért jött, hogy eltörölje, utána pedig megmondja azt, hogy még ég föld elmúlik, törvényből egy jóta egyetlen pontoska el nem múlik, míg minden be nem teljesedik. Ennek ellenére vannak, akik azt gondolják, hogy ő ezzel betöltötte, és már nem Kell csinálnunk a törvényeket, vagy engedelmeskednünk? Nézzük meg az utolsót. Ugye a betölteni itt azt jelenti, hogy a mindenható Elohim akaratát, ami a törvényben meghatározott, illetve amit onnan ismerünk meg, hogy ahhoz mindenki alkalmazkodjon, mindenki engedelmeskedjen annak, ahogyan annak lennie kellene. Tehát azt okozta, ezzel, hogy betöltse, betölti, ez azt jelenti, hogy azt okozza, hogy a mindenható akaratát, ami a törvény, ahhoz alkalmazkodjon és annak engedelmeskedjen mindenki, ahogy lennie kellene az életnek. És a mindenható Elohim ígéretei szerint e, jutalomban részesüljön. Úgyhogy ezt jelentette tulajdonképpen az ellenkezőjét, mint amit a legtöbben gondol. Ezt a mondatot ajánlom mindenki figyelmébe, hogy fordítsa le magát. Nézzük meg, hogy hogyan cselekedett Jósiás. És megparancsolá a király Hilkiának a főpapnak, és a másodrendbeli papoknak, és az ajtóőrizőknek, hogy Jahú, a templomában hordjanak ki minden edényt, amelyet bálnak az úr, bálnak és asarának, és az egész mennyei seregeknek csináltak, és megégeti azokat Jeruzsálemen kívül, Hidron völgyében, és azok hamvait Bethelbe vivé és kiírta a bálvány papokat is, akiket Júdai a Huda királyai állítottak be, hogy a magaslatokon töménezzenek Júdai a Huda városaiban és Jerusalom körül, és mindazokat is, akik bálnak, a napnak, holdnak, égi és az egész mennyi seregeknek töméreztek. Stb. stb. Tehát kitakarít. Kitakarítja az egész várost ugyanúgy, ahogyan nekünk ki kellene takarítanunk a saját életünket és elkezdeni járni az ő útján. És ezután az egész várost tulajdonképpen kitakarítja ezektől a dolgoktól, amiket Jahúa megparancsolt, hogy ne legyenek ott. Az Asera, ugye az a zöld fa dolog, ami a karácsony, azokat a férfi paráznák házait lerontotta. De ugyanúgy, ahogy a papokat, megszentelte, a magaslatokat lerombolta, azután a lovakat eltávolította, amelyek amelyek a Húa háza bejáratánál voltak, az oltárokat lerontotta, magaslatokat lerontotta, az oszlopokat, és a zöld kerteket is lerontotta. Ugyanúgy, ahogy az ördöngöseket, titokfejtőket és a többi, és a többi, ezeket is eltávolította a városból. Gyakorlatilag megtisztítja a várost, ugyanúgy, ahogy mi meg kellene, hogy tisztítsuk magunkat. Azonban csak a mindenható szava által tudjuk ezt megtenni, hiszen amúgy nem tudjuk, hogy mi az, amit tennünk kellene. Ugyanez történt, ugyanez a helyzet állt elő, amikor Nehémiás idejében, mielőtt a nép újra tudta volna építeni Jeruzsálemet, az előtt, ugye, a következők történtek. Mikor pedig eljöve a hetedik hónap, és Izrael fiai az ő városaikban lakozának, felgyűl az egész nép egyenlőképpen a piacra, mely a vizek kapuja előtt vala, és mondák az írástudó Eszrásnak, hogy hozza el Móse Mozes törvényének könyvét, melyet parancsolt vala a Izraelnek. Előhozzá, azért Eszrás pap, a törvényt a gyülekezet elejébe, melyben együtt valának férfiak és asszonyok, és mindazok, akik azt értelemmel hallgathaták a hetedik hónap első napján. És olvassa abból a piacon, mely a vizek kapuja előtt, valakora reggeltől fogva, mint délig a férfiak és az asszonyok előtt, és mindazok előtt, akik azt érthetik vala, mivel az egész nép nagy figyelemmel hallgatá a törvényt. Tehát mi az, amit tennie kell annak, aki meg vissza akar térni a mindenhatóhoz? Ötös vers felnyitá a könyvet, az egész nép szemei előtt, mert fe, fölötte vala az egész népnek, és mikor fölnyitá, feláll az egész nép, tehát ki kell nyitni a könyvet, ez az első. Utána áldá Erzsás a huát, a nagy Elohimet, és felele rá az egész nép felemelt kezekkel, amén, amén, és meghajtván magukat leborulának Jahua előtt arccal a földre. A következő pedig, ugye, bocsánatot kérni mindazokért a bűnöket, amelyeket az ember tudatlanságában elkövetett, és alázattal közelíteni a Mindenhatóhoz. Következő olvasának pedig a könyvből, Elohim törvényéből világosan, és azután magyarázának, és a nép megérti az olvasottakat, hiszen, hiszen a Mindenható szava az, ami által az ember megtisztul ugyanúgy, ahogy a megváltó figyelmeztetett arra, hogy, hogy a mindenható szava az, ami az embert életre kelti. 28-as Lukács, 11-es fejezet. Ő pedig mondta, sőt, inkább boldogok, akik hallgatják Elohim beszédét, és megtartják azt. Azaz azt cselekszik. Ugyanúgy, ahogy Nehemiás idején, vagy Josiás idején, összegyűltek az emberek, mert tudták, hogy ez a módja, hogy hallgassák, ugyanezt történt a megváltó esetében, csak nem könyveket hozott, hanem ő maga volt az, aki elmondta az embereknek a megtestesült szó Lukács 5 1 vers, és lőn, hogy mikor a sokaság hozzátódult, hogy hallgassa Elohim beszédét. Ő Kenezáret tavánál áll Azért mennek az emberek oda, hogy hallgassák a mindenható beszédet, mert tudják, hogy ez az, amivel visszakerülhetnek a teremtőz, és ami, amely által él az ember. Ahogyan azt Lukács négyes fejezetben mondja a négyes versje, Husa pedig felelené ki, mondva meg írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Elohim minden igéjével. És Neymélyes 9-ben így ír a hármas vers, és megállának helyökön és olvasának, hogy Huának az ő hatalmasságoknak törvénye könyvéből, a szövetség könyvéből, a nap negyed része alatt, negyed része alatt pedig vallást tőnek és leborulának Jehova előtt az ő hatalmasságuk előtt. A helyzet ugyanaz Ezekiel második fejezetben, amikor szintén elküldi egyik profétáját, ezekiel Izrael házához, hogy térjenek meg a bűnös útjukról, azonban természetesen nem hallgatnak róla, és így szól a Jehova Ezekielhez. Te pedig embernek fia, hadd meg, amit én néked szólok. Ne légy pártos, mint ez a pártos ház. Nyisd föl szádat, és egyet amit én adok néked. És látám ímé e egy kéznyújt felém, és ímé e benne egy könyv türete vala, és kiterjeszti azt előttem, és ímé e bele van írva elől és hátul, és írva vala, valának rá gyászének, nyögések, jajszók. Ez ugye egy könyv tekercs, amit adott neki. Természetesen ez a mindenható szava, a törvénykönyve, ezért írja azt, hogy sírása jalgatásra gyászéneke, hiszen nem tartotta be Izrael a törvényeket, ezért ez sírást, jajgatást, gyászéneket jelent. A hármas fejezetben így folytatja, és mondd nékem embernek, fia, ami előtted van, edd meg, edd meg ezt a könyvtekercset, türetet, és menj szólj Izrael házának. Tanuld meg, és mond el nekik tanuld meg a törvényt, és add elő nekik, hogy ez az út az élethez, hogy megértsék. Felnítázért azért számat, és megíteti velem a könyvtekercset tületet, és mondanék nekem, embernek, fia, hasadat tartsd jól, és belső részeidet töltsd meg ezzel a könyvtekercsel, melyet adok néked, és megevém azt, és lőn az én számban, mint, az édes mély. Hiszen ez a mindenható szava, amikor az ember megérti, ez az, amit táplálja, erre utalt, hogy edd meg, tanuld meg, és mondd el nekik, figyelmeztesd őket. És mondd el nekem, embernek fia, eredj, menj el Izrael házához, és szólj az én szavaimmal nékik, mert nem valami homályos ajkú, nehéz nyelvű néphez küldete. Te, hanem Izrael házához. Ugyanúgy, ugyanúgy, ahogy a megváltót sem a világhoz küldte, hanem azokhoz, akik meg már volt valami fogalma az egészről. Ezért mondja azt, hogy menjen Izrael házához, és szólja az én szavaimmal nékik, nem valami homályos ajkú, nehéz nyelvű néphez, bárki máshoz. Ugyanúgy, ahogy a megváltom, hogy ezt a tizenkettőt küldék ki a húsa, és megparancsolá nékik mondván, pogányok útjára ne menjetek, és a szamaritánusok városában ne menjetek be, hanem menjetek inkább Izrael házának eltévet juhaihoz. Majd Máté 15-ben így szól, nem küldettem csak az Izrael házának elveszett juhaihoz. Nem sok népekhez, akik homályos ajkúak és nehéz nyelvűek, kiknek nem érthetnéd beszédüket, bizony, ha ő hozzájuk küldöttelek volna, ők hallgatnának reált. Ők ugyanúgy hallgattak, ahogyan az asszony Máté 15-ös fejezetben, ó, ö, mikor azt mondja, hogy de hiszen az ebek is esznek morzsalékokból, amik az ő uroknak asztaláról aláhullanak. Ekkor felevénye, húsa, mondta, ó, asszony, nagy a te hited, legyen néked a te akaratod szerint, és meggyógyul az ő lánya attól a pillanattól fogva. Ugyan erre utalít Ezékiel 3-as fejezetben, hogy azok a népek azonban ha ő, hallgatnak, hallgatnának rád. Tízes versben így folytatja Ezékiel 3-as fejezet, és mondánékem embernek fia, minden beszédimet, ami ugye az ő parancsolatai, rendelései, utasításai, a Torah, amiről már volt szó, amelyeket szólok néked, vedd szívedbe és füleiddel, hadd meg, és erej, menj el a foglyokhoz, a te néped fiaihoz, és szólj, és mondjad nékik, így szólja, hua Elohim, vagy hallják, vagy nem. Érdekes módon már 12-es fejezetben maga a megváltó is utal Mózes könyvére, és a arra, hogy miért nem tudják, hogy a olvasniuk kellett volna. A halottakról pedig, hogy feltámadnak, nem olvastátok ki a Mózes mosé könyvében. A csipke pokornál, hogy mi módon szólott néki Elohim. Mondván, én vagyok Ábrahám, Izsák, Jákob hatalmassága. Tehát olvasniuk kellett volna. Ő azt feltételezte, hogy mindenki olvasta, és megértette Mózes könyvé, amit manapság senki nem nagyon akar olvasni. Nézzük, mert érdekes, ami a Galatákhoz hármas fejezetben van, amire nagyon sokan azt mondják, hogy arról beszél, hogy a törvényt nem kellene már követnünk, azonban ez egyáltalán nem így van. Nézzük, nézzük, mit is mond. Azonban előtte, mielőtt rátérnénk erre, Rómaiakhoz 7-es, 11 13 11-est olvassuk el. Mert a bűn alkalmat a vevén am a ma parancsolat által megcsalt engem és megölt általa. Azért ám a törvény szent. A parancsolat szent és igaz és jó. Tehát ez az, amit Saul Pál mond a törvényről és a parancsolatról. Úgyhogy ezek után senki nem tudja azt mondani, hogy ő ez ellen beszélt, hiszen ő megmondta, hogy a szent és a, a törvény, és a parancsolat szent, és igaz, és jó. Úgyhogy nem beszélhet erről a galatához, nézzük meg, hogy miről beszél valójában. Ó, balgat a galácia beliek. Kicsoda igézett meg, titeket kicsoda vert át, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kinek szemei előtt egy ha másik úgy iratott le, ti köztetek, feszítetett meg. Ugye itt feszítették meg, a a másik a megváltót, és ennek ellenére eltértek attól az úttól, amit ő közvetített, ami a parancsolatok szerinti életmód a hit által. Csak azt akarom megtudni tőletek, a törvény cselekedeteiből kaptátok ki a lelket, avagy a hit hallásából. Ugye a hit hallásból jön, a hallás pedig Elohim igéje által, és a törvény szent, a parancsolat szent, és igaz, és jó. Úgyhogy ez nem lehet az a törvény ami a mindenható törvénye. Hiszen ezt maga Saul mondta, hogy a törvény a szent és jó és igaz és a parancsolat is, úgyhogy ez egy másik törvény lesz. A törvény cselekedetei a farizeusok törvénye. Az, hogy most meg a kezed, hogy így öltöz, úgy öltöz, amúgy öltöz. Meg azok, amiket ők kitaláltak, a törvényekhez. Amiről beszélt a megváltó, mindvégig, hogy a ti tradícióik által, az atyátok tradíciói által e, eltérítitek az ember. Erről a törvényről beszél. Olvassuk el ennek így, ilyen szemüveggel. A törvény cselekedeteiből, a farizeusi törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából, ugye a hit e, hallásból jön a hallás pedig a, a Elohim igéje által. Ennyire esztelenek vagytok? amit lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be, visszatérnétek ahhoz a farizeusi úthoz, amit amúgy is követtetek. Annyit szenvedtetek hiába, ha ugyan hiába. Annak okáért, aki a lelket szolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, Elohim, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekszé. Vajon a farizeusi törvények cselekedetei fogják őt meggyőzni, illetve az-e, amit sugal nekünk a mindenható, illetve Jehusa Hamásiák szelme, vagy a hit hallása, a hit hallása, ugye az pedig Elohim igéje. Két különböző törvényről beszél. Hogy a, a törvény cselekedetei, a farizeusi törvény cselekedeteiből, vagy a mindenható törvényének cselekedeteiből. Hiszen ha itt azt mondja, hogy a törvény szent, a parancsolat szent és igaz és jó, akkor itt nem beszélhet ugyanarról a törvényről. Rómájuk az 10.17, a hit hallásból van, a hallás pedig Elohim igéje által. Úgyhogy ez nem azonos ezzel a törvényel. Miképpen Ábrahám hit Elohimnek és tulajdonított néki igazságú. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok Ábrahám fiai. Előre pedig az írás, hogy Elohim hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy te benned fognak megáldatni minden népek. Eként hitből valók áldatnak meghívő Ábrahámmal, mert akik a törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak, hiszen a törvény cselekedeteit hozzáadták a mindenható szavához, és mindenki, aki hozzáad vagy elvesz, az átok alá kerül automatikusan a farizeusi törvény cselekedeteiről van szó, hiszen az Elohim törvénye szent igaz jó, és a hit ennek hallásából van. Tehát nem lehet ugyanarról a törvény cselekedeteiről van szó. Mint hogy megvan írva átkozott minden, aki meg nem marad, mindazokban, amik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Két külön törvény cselekedeteiről van szó. Ez a törvény cselekedete, a farizeusi, hozzá van adva ehhez a törvényhez, és úgy van előadva, mintha az is egyenrangú lenne az a sőt, annál fontosabb lenne. Ezért mindenki, aki meg nem marad mindazokban, amik megirattak a mindenható törvényében, az átok alatt van, hiszen az hozzá adott a mindenható törvényéhez extra törvényeket. Erről beszél a Galáta beliekhez. Nem arról, hogy a mindenható törvényei rosszak lettek, utána meg a Ró, előtte meg a rómaiakhozban azt mondja, hogy a törvény szent, a parancsolat szent, igaz és jó. Tízesben meg azt mondja, hogy a hit annak a hallásából van, utána a galatáknak meg azt mondja, hogy az rossz meg át. Akkor vagy ellentmondás van benne, vagy hazudik. És szerintem egyik sem, hanem egyszerűen félreértik, ahogy azt másik Péterben le van élve. Mint az összes többi. Mert akik a törvény cselekedeteiből vannak, a farizeusok, akik az ő útjukat követik, akik hozzáadták a tradíciókat, ezekhez a törvényekhez, azok átok alatt vannak, hiszen hozzáadtak Elohim szavához. A törvény cselekedeteiből vannak a farizeusok, Márk 7-es fejezet, pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Nem azt mondja, hogy a tara a mindenható szava alapján, hanem embereknek parancsolatai. A probléma az, hogy az emberek parancsolatait tanítják, és azokat hozzáadják ehhez a törvényhez. Mert Elohim parancsolatát elhagyták, ez a probléma. Emberek rendelését tartjátok meg, korsóknak, poharaknak, mosásás és sok egyéb eféléket is cselekeztek. És hogy Elohim parancsolatját szépen félreteszitek azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg. Ez a probléma itt, hogy visszatértek ehhez az úthoz a galáta beléjek. Nem az, hogy a mindenható parancsolatát nem tartják meg. Mikor a megváltó maga azt mondja, hogy a probléma az, hogy az Elohim parancsolatát elhagytátok. Hogy az Elohim parancsolatát félreteszitek. Ha a megváltó ezt mondja, hogy lehetne az? Hogy mondhat ennek ellent? Akárki. Ugyanezt írja a Kolosséjakhoz másodikban, Saul, személyesen meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a pölcselkedés üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem másiák szerint való. Nem a mindenható parancsolata, hanem az emberek rendelése és a világ elemi tanításai szerint van. Ugyanúgy, ahogy a Galáták az egyesben mondta, és mert hallottátok, mint forgolódtam én egykor zsidóságban, hogy én felette igen háborgattam az Elohim anyas, any, egyházát, és pusztítottam azt. Ő zsidóságban forgolódott, én pedig felülmúltam zsidóságban nemzetbeli sok kortársamat, szerfelett rajongván atyai hagyományaimért. Nem a mindenható törvényeiért, hanem az ő atyainak hagyományaiért, emberek parancsolataért. Emberek rendeléseért, a saját rendelésük miatt. Emberek rendelése szerint a világ elemi tanításai szerint, az atyai hagyományokért két külön törvényről beszél mindvégig. És sajnálatos, hogy az emberek nem akarják megérteni, vagy nem értik ezt. Hogy beszélhetne Pál a mindenható törvényei ellen? mikor a megváltó egyértelművé tette minden egyes mondatában, hogy az az igazság. A törvény cselekedetei erre utal, azokra a cselekedetekre, amelyekre a farizeusok azt gondolták, mint a poharak, edények mosása, hogy azáltal ők tiszták lesznek, azáltal majd ők közelebb kerülhetnek a mindenhatóhoz. És hozzá adták. Ezért mondja azt, hogy a törvény cselekedeteit ugye hozzáadták a mindenhatóéhoz, átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megirattak a törvénykönyvében, hogy azokat cselekedje. Átkozott mindaz, aki nem folytatja tovább a mindenható parancsolatait. Nem az emberek cselekedeteit, hanem megirattak a törvénykönyvében, és azt cselekedje, ami ott megiratott. Ami ugye 5 Mózes 4 is kiderül, hogy semmit se tegyetek az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok jahuának, a ti hatalmasságoknak parancsolataid, amelyeket én parancsolok néktek, hiszen csak akkor tarthatjátok meg, ha nem tesztek hozzá, vagy elvesztek belőle. Hiszen amint ez megtörténik, már nem tartották be, hiszen ez egy parancsolat, hogy semmit ne adjanak hozzájú, hozzá. Amiért jött, hogy ez ellen harcoljon. Amiről beszél itt Pál, minden alkalommal, amiről beszél, emberek rendeléséről, ugyanúgy a Debarim 5 Mózesben, a Tanakban, ahogyan jelenések könyve, 22-es fejezet 18-as versben bizonyságot teszek, pedig mindenkinek, aki e könyv profitálásának beszédeit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat, átkokat veti Elohim arra. Ezért mondja, hogy ö, átkozott minden, aki meg nem marad azokban. Aki hozzáad, az átok alatt van, hiszen hozzáadott, és így Elohim má, ö, csapásokat kell, hogy rá, hiszen ez a parancsolat, hogy ne adjon hozzá. Ez az, amiről szól a Galáta belék. De ott is a törvény a szövetség könyvéről van szó. Ugyanúgy, ahogy mindvégig. A szövetség könyve egyenlő a törvényekkel. Akkor most olvassuk úgy, hogy ez a törvény, a törvények cselekedetei, a farizeusok törvénye, amiről itt beszél, hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Elohim előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él. Ez alapján, a törvény alapján, ebből senki nem igazul meg, hiszen az nem Elohim parancsolata. A törvény nincs hitből, hanem amely ember cselekszi azokat, élni fog azok által. És ha másják váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk, mert átkozott minden, aki fán függ. Ő volt az, aki megmutatta az utat, és ezáltal megváltott minket a törvény cselekedeteitől, amiket a farizeusok tanítottak így már tudjuk, hogy hogyan kellene élnünk, hiszen le van írva, és van egy bizonyságtétel, egy élő példa előttünk. Így váltott meg minket ettől. Még annyit hozzátennék, egyrészt ez a Galatákhoz egyes, amikor a 13-as, 14-es, amiről szó volt, hogy felülmúltam zsidóságban nemzetbeli sok kortársamat szerfelet hagyományai atyai Ez a szó zsidóságban, egyetlen egyszer fordul elő még az egész uh, Brit az új szövetségben, természetesen az ó egyszer sem, és ez az előző verszak, mert hallottátok, mint forgolottam én egykor zsidóságban, hogy én felette igen háborgattam az Elohim anyaszent egyházát, és pusztítottam azt. Nézzük meg, hogy mi ez a zsidóság. Ez a szó, zsidóság, a görög szó, Strongs G2454 EU-dasmass eu és ez az úgynevezett zsidó hit és vallás a zsidók vallása a jewish zsidó vallás az amit ma zsidó vallásnak hívunk semmi köze nincs ennek ez a, ez a judaizmus. Semmi köze nincs ennek a tara és a, a 66 kanonizált könyv szerinti élethez, vagy an, ahhoz, amit a megváltó élt. Két külön dologról van szó, és ha az ember megnézi a szavakat, hogy mit jelentenek, akkor erre rá tud jönni. Hiszen ez le van írva. Ez a judaizmus ez az a vallás, amit ma az úgynevezett zsidók, akik ezt a vallást felvették, ezt a farizós vallást, és ők élnek Izraelben, és mindenki azt gondolja, hogy ők a zsidók, ez erről beszél már akkor. Az emberek hagyományai, az atyai hagyomány, a Talmud, a Misna, Kabala, a szájhagyomány, a törvény cselekedetei. Hiszen nem hisznek a megváltóban, ezért nem lehet egy és ugyanaz a két hit, hiszen a zsidóság az más Elohim anyaszent egyházától. Az anyaszent egyház azonban nem azonos a mai kereszténységgel, ami szintén egy pogány kultúra, hiszen nem tartják be ők sem a parancsolatokat. A mai judaizmus vagy zsidóság pedig csak az ő saját hagyományaikat tartja be. Úgyhogy gyakorlatilag egyik sem azonos azzal, ami akkor Elohim anya szent egyházáról beszél. Ez a zsidóság nem a tora követését jelenti, hiszen egyértelműen az atyai hagyományokról van szó. És ezt már láttuk most, nem arról beszél. Remélem, hogy ezzel segítettem abban, hogy mindenki jobban értse azt, hogy mit is jelent a, ez a könyv, a szövetség törvénykönyve, maga a frígy, ami a mindenható és az ő népe, illetve a mindenható és bárki között, aki ennek részese akar lenni. Milyen szerepe van ennek a könyvnek, mit jelent a tara, az instrukciók, a parancsolatok, és hogy ez mennyire nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az ember eljusson oda, ahova szeretne jutni. Azzal fejezném be, hogy az nyilvánvaló gondolom, hogy hozzáadni nem lehet ezek alapján, azonban senki ne felejts el azt, ami a 19-es vers jelenések 22-ből, és ha valaki elvesz e profétálás könyvének beszédeiből, Elohim annak részét eltörli az életkönyvéből, és a Szent Városból, és azokból, amik e könyvben megirattak. Úgyhogy se hozzáadni, se elvenni nem lehet úgy, ahogyan azt egyesek csinálják, hogy ezt már nem kell csinálnunk, azt már nem kell csinálnunk, már ez nem érvényes, ezt nem lehet, ez nehéz, az nehéz. Ami le van írva, mind a mi jobbításunkra van leírva. Ahogyan azt elmondja Saul, Timóteushoz írt második levelének harmadik fejezetében a teljes írás Elohimtől ihletett és hasznos tanításra, feddésre, megjobbításra, igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen Elohim embere minden jó cselekedetre felkészített. Akkor hogyan törölhetett volna el bármit is, ha a teljes írás az? És az jó, ha mindenki a fejébe vési, hogy ekkor még nem beszélhetett a saját leveleiről hiszen most írja a leveleket. Fogalma sem volt, hogy évezredekkel később valakik úgy fognak nézni az ő leveleire, mint egyenrangú a mindenható szavával, amit a proféták leírta. Úgyhogy nem arról beszélt, tehát mi lehetett az a teljes írás, amiről ő beszélt. Ha még a prithadasa az új szövetség sem létezett, akkor nyilván az úgynevezett ószövetség a tanak volt az, amiről ő beszélt, hogy a teljes írás hasznos tanításra, feddésre, megjobbításra, igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen Elohim embere minden jó cselekedetre. Az az Ószövetség az a tanák, amit ma már senki nem akar olvasni. Mert az az írás, és a teljes írás, nem csak részei, bizonyos parancsolatok, hanem az egész. Úgyhogy ezzel szeretném lezárni. Az úgynevezett Ószövetség a szövetség könyve. Aki nem, ahhoz igazítja az életét, nem lesz része a szövetség. Aki viszont ahhoz igazítja és úgy él, ahogyan a megváltó, az szeretni fogja a mindenható és embertársait, és cserébe örök életet nyer. Mindenkinek a legjobbakat és halleluja. Remélem hasznosnak találtátok a videót, és Jehusák a másiák a megváltó nevében köszönet Jehuának azért, mert lehetővé tette számunkra azt, hogy megismerjük az igazságot, és elterjesszük azt, amennyire csak lehet még ezekben az időkben is. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem és még sok extra információt is találtuk itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!